Adventi dísz az ajtón, Mikulás figura a szekrényen, tapintható az ünnepi hangulat a Nyírtelek és Szent Anna katolikus iskolában. Az intézmény fenntartását 4 éve vette át a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye. Eddig 2 épületben folyt az alsósok és felsősök oktatása a település 2 különböző pontján. Egy bővítésnek köszönhetően azonban most már egy helyen tanulhatnak a 16 osztály diákjai. Kézilabda kapu, kosárpalánk, bordásfal, minden, ami egy jól felszerelt tornateremhez kell. A csarnokot és a hozzátartozó szertárt, öltözőket és vizes blokkokat is a mintegy 450 millió forintos fejlesztés keretében építették meg az eddigi kisebb tornaterem helyett. A régi tornatermi részből alakítottak ki 4 tantermet, illetve 3 csoportszobát, tehát elmondhatjuk, hogy igazán alkalmassá vált most már az épületünk arra, hogy a 8 évfolyamnak a teljes befogadására alkalmas, és így az oktatásnevelés így meg tud valósulni. Az év elején kezdődött beruházás szerdán Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának napján adták át. Ekkor áldották meg az új tornatermet is. Nem intézményeket akarunk fenntartani, hanem evangéliumot hirdetni. Mindig ezt szoktam mondani. Azt az evangéliumot, hogy Isten szeret minket, és ezt a szeretetet rajtunk embereken keresztül akarja megéreztetni másokkal, és mi így tekintünk az iskolára, iskolákra, intézményekre, hogy eszközök a kezünkbe, hogy Isten szeretetét közvetítsük azoknak, akik ott élnek. Ehhez pedig összefogásra van szükség, tette hozzá a megyés püspök. Az ünnepségen az egyházügyi államtitkár kiemelte, az egyházi iskolák fontos szerepet töltenek be a gyermekek nevelésében. Fontosak a katolikus és keresztény iskolák, már csak abból a szempontból is, mert sok minden másra is nevelik gyermekeinket, és sok minden értéket adnak át, legyen az a haza nemzet szeretet, vagy a közösségépítés is. A térség országgyűlési képviselője, aki maga is ebbe az iskolába járt, arról beszélt, a nevelés mellett a tehetséggondozás is alapvető feladata az iskoláknak. Föl kell ismerni a tehetséget, gondozni kell, és hát azt is meg kell mondani a mai magyar társadalomban, hogy emellett egy esélyteremtő iskolára is szükség van. A hátrányos helyzetű gyermekek számára esélyt kell adni megfelelő speciális módszerekkel. Így néz ki az intézmény kápolnája. Egy hasonlót áldottak meg szerdán az Ajaki Katolikus Iskolában is. Ott az elmúlt években mintegy 95 millió forintból fejlesztettek, tantermi bútorokat cseréltek ki, öltözőket, mosdókat, tornatermet újítottak fel, valamint a 2009-es nagyviharban megrongálódott tetőt is kijavították.